akkor üdvözlök mindenkit ismét ebbe a videóba. Bemutatom nektek most ezt a busz, ez a HSI 479-es rendszámú, ez régen BKV busz volt, és néha szoktam itt látni, hogy itt vagyunk Ákos rendező mellett, a BVSC pályán. Ez szokott néha itt lenni, és most itt is van jár a motorja. Az azt, hogy a BKV-tól elkerült, akkor magántulajdon lett, és valószínűleg itt valamelyik sportegyesület, vagy hasonló lehet, mert ma, többször is láttam már itt, és mindig ugyanitt parkolt, tehát valószínűleg sportolókat hoz vissza. Látjátok, egyébként ez egy MAN SL 223-as. Csinálunk egy-két képet innen, és igen, jó ellenfényes lesz, de valami azért csak látszik majd a buszból. És akkor... Szóval akkor, mint megtudtam, a sofőrtől egyébként nagyon közlékeny volt, és elmondott, ez egy magántulajdonban lévő busz, mondjuk ezt eddig is tudtuk, de munkásokat szállítanak vele, itt a környéken vannak építkezések, és oda a munkásokat szállítják. És azért szokott itt parkolni, mert itt ingyenesen lehet nem fizető parkoló. Tehát úgy ennyit tudtam meg. Hát most egy magáncégnél van, mert azt most így külön így nem kérdeztem meg, de nem is biztos, hogy örülnék neki, hogyha megmondanám, hogy pontosan kié, de tudni, de valóban, hogy ezt tudjátok, a BKV-jé volt, aztán a BKV-t elkerült, akkor csaptak le rá, és használják munkásbusznak. Az egyébként régebben is volt ilyen, még a leselejtett tikaluszokat is tudom, hogy vették így meg, mert még vidéken is használták őket. Még ilyen termőföldekre, naprafogóvisza földekre vittek vele munkásokat. Ezt még láttam is hasonlókat. Ezen gyakorlatilag az volt a sors a legtöbb ilyen busznak, hogy megvették gyakorlatilag üzemképtelenül, leselejtezve, aztán megbütykölték annyira, hogy menjen, és addig ütötték, ameddig működött ilyen munkásokat szállítani, főleg földekre, földutakon. Mindegy, az ott nincsenek nagy igények, úgymond. Úgyhogy végül is ameddig bírta, addig ütötték. Legtöbb ilyen buszot. Aztán, hogyha már végleg megadta magát, és nem érte megjavítani, nem lehetett pár félres alkotvészbe, akkor ment a rostelepre. A legtöbbek sajnos ez volt a sorsa. Na hát akkor ez a videó az most egy ennyi lett volna, ez csak egy rögtönzött kis vlog volt. Most egy megint megláttam a buszt, és még a sofőr is ott volt benne, és szerencsére barátságos volt, és közlékeny, és így megtudtam mindent. Úgyhogy akkor köszönöm, hogy megnéztétek, akkor tudjátok, like, dislike, lehet kommentelni is, feliratkozni is lehet. Meg még elég sok mindent, találjátok még ki valamit, esetleg még azt is, ami eddig még nem volt, hogy annyi, sziasztok!